Kisvejként 10 gyümölcsös gazda a helyi különleges és sajátos termékek előnybehelyezését megcélozva 2010. szeptemberében megalapította a Völcségkincse Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezetet. 2010. december 20-án támobb pályázatot nyújtottak be hátrányos helyzetű munkát kereső emberek önfoglalkoztatóvá válásának elősegítésére a szakképzésük és a Völcség kistérségben termett gyümölcsfélék léfeldolgozása által. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott majd 41 millió forint támogatás elnyerését követően 2011. szeptember 15-én megkezdődött a projekt, amiben 7 fő önfoglalkoztatóvá válásával elindult egy felemelkedési program. Ez nem csak munkahelyet teremt, de a 7 személy szociális helyzetének javítását is célozza. A résztvevők szövetkezeti tagokká válnak, erről már az igazgatóság döntött, tehát a szükséges indikátor vállalás a pályázatban itt is érvényesül. Egy tagunk kilép, tehát ő helyette mást kell majd alkalmazni, a többieket valamennyit felvettük a szövetkezetbe, és így megvalósul ez a dolog, hogy ezáltal ők önfoglalkoztatóvá válnak, mert tagjai is és munkáltatók részben ennek a státusznak a kapcsán, másik aspektusból pedig munkavállalók, tehát a szövetkezet biztosítja számukra azt, hogy szervezetten, észszerűen és nem csak, hogy munkát és megélhetési lehetőséget kapnak, hanem itt ez a fajta a szociális szövetkezetekre jellemző partnerség, szolidaritás is érvényesül, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos. Mikor másfél évvel előtt elkezdtük ezt a projektet, az volt a első nagy szándékunk, hogy munkáikat teremtsünk ebbe a térségbe jobban, nem csak Kisvejki, ugye, mivel itt Závod és Lengyel is szerepel ebbe a projektben. Én azt látom, hogy ebben nagyon nehéz helyzetben, ami most a térségünket is sújtja, a munkai problémák azok a legnagyobb problémák, és a munkai teremtést tudtuk vele megoldani. Magasan a pályázatban vállalt kapacitás fölött teljesítettünk. Október 15-e óta van a teljes kapacitású működésünk, és már a mai nappal több mint 95 tonna gyümölcsöt dolgoztunk fel. Csak természetes alapanyagból, csak itt megtermelt friss gyümölcsből állítunk elő, teljesen szermentes, mindenféle adalékanyagtól, tartósítószertől mentes, kizárólag hővel, sterilizált hővel, pasztőrözött és eltartható termék jön létre, aminek az íze is nagyon jó, és azt nyugodtan mondhatom, hogy az árfekvése is nagyon kedvező. A gyümölcsfeldolgozó üzemben a szövetkezeti tagok mindegy 250 hektáros területén megtermett gyümölcsének feldolgozásán kívül a környékbeli gazdák által hozott termés bérfeldolgozása is folyik. Másik fő piaci lehetőségünk az a iskola gyümölcslé gyártás, ami ugye egy uniós program illeszkedik a Balaton Kertész, mint integráló szervezet révén, és a Danubia Food Szövetkezet, mint számunkra helyet adó, tőlük béreljük az üzemhelyét, és együttműködő partnerek, ők nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy ez az értékesítési formában is tudunk viszonylag nagy mennyiségű terméket előállítani. A projekt záró rendezvényen a jelenlevők megkóstolhatták az üzemben jelenleg gyártott alma és körte ízű leveket, valamint az újabb fejlesztésű cékla és sütőtök ízeket. Én azt gondolom, hogy ez a jövő, amit ez a térség is csinál. Gyakorlatilag nekünk nem kell ezt kitalálnunk, hiszen az 1940-es, 50-es évekig ez működött már Magyarországon, és ma is működik tőlünk nem messze, akár Ausztriában, Szlovéniában, de Lengyelországban is, vagy akár Erdélyben is, hiszen ott a Golbi termékek jelentek meg. Az a lényeg, hogy helyben előállított termékeket helyben kell értékesíteni, fogyasztani, ezáltal jelentős munkaerőt tudunk alkalmazni, a gazdák meg tudnak élni, és egyébként egészséges és finom termékeket tudunk fogyasztani egy helyben. A léüzem megvalósításakor a csomagpréses megoldást választották, ami a gyümölcsök szélesebb körének feldolgozását teszi lehetővé, képes a csonthéjasok, de a nehezebben préselhető alma és körtefajták feldolgozására is.
Ez egy csomagprés, amit amivel úgy dolgoznak, hogy gyümölcsöt bele átmerik serpenyővel a vászonba, amikor megtelik a vászon, ráhajtják a szegélyeket, kihúzzák a segédkeretet, rárakják a következő rácsot, segédkeretet rárakják. Szintén a vásznak, és így gyakorlatilag képeznek egy ilyen magas rakatot. Amikor ez készen van, fogják az egészet, befordítják a prés alá. A prés az alulról fölfelé nyomja neki a deszkának a gyümölcsöt, ezáltal kipréselődik. A préselés kis nyomáson történik, így kerülik el a nem kívánt aromák gyümölcslébe kerülését, mint a mag kesernyés íze. A dolgozók szerint az ő gyümölcslevük ettől olyan zamatos, mely egyben a termék márka neve is. A tanfolyam által kerültünk ide, azóta is itt vagyunk, és tetszik mind a kettőnknek. Mennyi munkát ad ez? Hát folyamatosan van munkán. Iskola gyümölcslevet is csinálunk, így folyamatosan van. Tóth György elmondta, a jövőt nézve nem csak a hagyományos léüzemben gondolkodnak, ez évben készítettek már lekvárt is, melyel a termékpalettát kívánják bővíteni, de folynak fejlesztések az újabb ízek megtalálására is, mint például a sárgarépa, homoktövis és a legújabb kökény. A völgységi zamatost egyelőre közvetlenül a léüzem hűtőkamrájából árusítják.